Nem. Egy ilyen. Sziasztok! Ma hétfő van, és ezzel el is kezdődött a harmadik hetem az egyetemen. Jelenleg első fél éves vagyok szociológia alapképzésen az ELTE-n. Idáig nagyon tetszik minden, nagyon érdekes dolgokat tanulok, és nagyon elégedett vagyok. Idáig csak egyetlen egy icipicike problémám volt, méghozzá, hogy a legelső nap, legelső órájának második percében tönkrement a laptopom, de így teljesen használhatatlanná. Ami nem mondom, hogy egy kellemes kezdése volt így az egyetemi karrieremnek, de hát ez van, sajnos már nem tudok változtatni rajta utólag. Most végig dolgoztam a hétvégét egyébként, szóval így kicsit pihenősebbre vettem a délelőttöt. Hétfőnként egy órám van, reggel 9:30-tól 10-ig egy filozófia előadás, de bevallom tisztességgel, én arra nem szoktam bejárni. Természetesen nem szeretnék senkit se arra buzdítani, hogy ne járjon be az óráira, de szerintem nagyon fontos egy jó időbeosztás kialakítása, és egyrésztről ugye ez az egyetlen egy órám lenne ma, ráadásul hétfő reggelente, és konkrétan több időt töltenék az utazással, mint bent az egyetemem, illetve másrésztről a filozófia nem éppen a szívem csücske, szóval ezért ez így alakult. Most egyébként olyan dél körül van az idő, és én most értem haza, mert a barátomnál aludtam, és délután csak tanulni tervezek. Na és az utóbbi 2 órát ennek az oldalnak az összerakásával töltöttem. Notion-nek hívják egyébként ezt a weboldalt, de szívesen csinálok erről egy külön videót, és itt összegyűjtöttem minden egyetemi dolgomat. Itt vannak külön az összes órám, és itt egyesével rámegyek ezekre. Akkor itt vannak az órarendi adatok, illetve felsorolva az összes feladatom a fél év során. Itt van külön a határideje mindennek, ezek általában beadandók vagy olvasandó dolgok, amiket így ki tudok pipálni, hogyha már megcsináltam. És itt lentebb össze van gyűjtve az összes tárgyamból azok a feladatok, amiknek a határideje a következő egy hétben lesz esedékes. Itt határidő szerint vannak felsorolva, külön ki vannak gyűjtve tantárgyanként, és ki tudom pipálni őket, és akkor eltűnnek. Szóval itt mindig látni fogom magam előtt a következő egy hétben esedékes dolgokat. És tudom, hogy ez most így nagyon soknak tűnik egyszerre, de egyrésztről itt nagyon sok olyan kötelező olvasmány van, aminek csak én magamnak beosztottam az elolvasását, hogy nem minden a fél év végére a vizsgai időszakra maradjon, szóval próbálok így hétről hétre haladni a kötelező olvasmányokkal, illetve az első 2 hétben nem sokat foglalkoztam még az egyetemi dolgokkal, szóval azért is van itt viszonylag több dolog. De ja, hát milyen szép színes már az egész, de azért ez elég nagy munka volt. De most legalább már látom magam előtt minden tennivalómat, így tantárgyanként is, meg a következő egy hétre is. Na, én most kicsit felbehagyom a tanulást, és elkészülődtem, meg átjöttem egy másik szobába, mert itt jobbak a fények. Nézzétek, milyen jó rózsaszínes sminkem illik a rózsaszín nadrágomhoz. Szóval most egy barátnőmmel fogok találkozni, aki egyébként általános iskolai osztálytársam volt, és nagyon kedvesen áthívott saját magukhoz, ugyanis nemrég összeköltözött a barátjával,
aki egyébként általános iskolai évfolyamtársam volt, és egyben judós edzőstársam. Na, erre szerintem nem számítottatok, szóval most hozzájuk fogok átmenni, és velük találkozni, de előtte még beugrok egy kis házavató ajándékért az IKEA-ba útközben. Sajnos közben nagyon-nagyon elment az idő, már este 10 óra van, és én még csak most indultam meg Monéktól, most tartok éppen hazafele, de nagyon-nagyon jót beszélgettünk, nagyon aranyosak voltak, szóval így tök jó volt ez az este vendégségben náluk. És miután hazaértem, még megírtam és leadtam egy beadandót a társadalmi változásokról a 19. században. A kedd délelőttömet pedig az egyetemen töltöttem. Először volt 8:30-tól 10:00 egy társadalomtörténet előadásom, ahol szerintem tök érdekes a tananyag, én legalábbis nagyon élvezem. Most például a különböző népesedési folyamatokról beszéltünk. Például tudtátok, hogy 1850-ben csak 25 év volt a várható élettartam Magyarországon. Aztán pedig 10:30-tól 11:30 egy Család és Társadalom nevű előadásom volt, ahol a népesség összetételéről, a népszámlálásról és az ökológiai lábnyomról tanultunk. Ki is töltöttem egy tesztet, hogy ha mindenki úgy élne, ahogy én, akkor összesen 3,7 földre lenne szükségünk. Ezen egy kicsit ledobbantam, szóval most kicsit csalódott is vagyok magamban. Órák után csak beültem a kari könyvtárba tanulni, de ettől lenne még egy pszichológia előadásom, de én már korábban tanultam pszichológiát, és meg tudtam feleltetni a kreditjeimet, így arra nem kell bejárnom. Illetve szintén keddenként 4-től van egy kulturális antropológia előadásom, de arra se szoktam bejárni, mivel bevallom, én nagyon nem élveztem a tanár úr előadásmódját, és úgy voltam vele, hogy annak nincs értelme, hogy csak bemegyek és telefonozok. Én pedig most megyek vissza a BTK-ra, és összeszedem a barátomat, ugyanis most a WordPress fotókiállításra megyünk, amit én minden évben nagyon várok. Egy gyors kávé után meg is indultunk a Nemzeti Múzeumba. Én az utóbbi években mindig nagyon várom a WordPress-t, és hát ez idén se volt másképp. Aki esetleg nem ismerné, ez egy nemzetközi sajtófotó kiállítás, ami nagyon különböző témákban mutat be híreket, ezekkel a fotókkal dokumentálva. Én kifejezetten szerettem benne, hogy nagy hangsúly van fektetve a leírásokra, és hogy sok egyéni történetet mutat be. Viszont bevallom, nekem az idei felhozatal nem tetszett annyira, mint az előző években, illetve a kiállítás felépítését is megváltoztatták, pedig szerintem a régebbi koncepció jobb volt. Ettől függetlenül egy nagyon jó programnak tartom, sokat lehet tanulni belőle. Sajnos már nem lehet megtekinteni, de jövőre nagyon ajánlom mindenkinek. A kiállítás után még beugrottunk pár helyre, szemüveget néztünk, bevásároltunk meg ilyenek, szóval csak este értem haza, de még kellett tanulnom pár órát egy társadalmi szerkezetekről és rétegződésről szóló szakirodalmat olvastam. A szerdai és a csütörtöki napokat pedig a gimiben szoktam kezdeni, ahol spanyolt tanítok. Nyilván ebből nem tudok sokat mutatni, de ezzel telt a délelőttöm. Na most végeztem, volt 4 tanórám, és szerintem tök jól sikerültek, nagyon aranyos kisdiákjaim vannak, szóval ennek nagyon örülök. És hát most van összesen 1/2 órám először bemenni az irodába, ahol dolgozom, aztán átmenni a város túlsó végébe a bankba, és onnan a város harmadik túlsó végébe az egyetemre, ugyanis 2-től órán van. Spoiler, el fogok késni, ebben már most biztos vagyok, de sajnos muszáj most
lefutnom ezt a kört. Én igazából a jövőből ugrattam ide, ugyanis épp most vágom ezt a videót, és rájöttem, hogy ki szerettem majd egészíteni valamivel. Szóval szerdánként 2-től 3-ig szokott a szociológia alapjai előadásom lenni, amire most ugye nem tudtam elmenni sajnos, mert mindenféle ügyeket kellett intéznem, de szerencsére egyik előadásomon se kötelező a részvétel. Egyébként nagyon szeretem ezt az órát, minden héten más-más tök érdekes témákat szoktunk átvenni. Ezen a héten például a társadalmi egyenlőtlenségekről volt szó, a különböző társadalmi csoportok rétegződését leíró elméletekről tanultunk, és utána, 4-től 5-ig szokott lenni ennek az előadásnak a kísérő szemináriuma, ahol ugye sokkal kevesebben vagyunk, és mindig átbeszéljük az ilyen adott heti témákat kisebb csoportokban, kicsit vitázunk is róla, szóval ez sokkal interaktívabb. Az egyébként az egyetlen szemináriumom ebben a fél évben most. Viszont délután írt a szemináriumot tartó tanárnő egy üzenetet, hogy sajnos lebetegedett, ezért elmaradt az a délutáni órám is. Csak ezt mindenképp el szerettem volna mondani, ugyanis normál esetben a szerda délutánokat végig bent tartom az egyetemen. De most vissza is adom a szót az akkori magamnak. Szóval a bank után elugrottam a könyvtárba kivenni egy könyvet, aztán pedig egy barátommal találkoztam, akivel közösen is lett volna az óránk, ami elmaradt. Szóval helyette inkább elugrottunk ebédelni, aztán összeszedtük egy harmadik barátnőnket, és mentünk az Arcra, ami egy szabadtéri plakátkiállítás, és bárki beküldheti rá a pályaművét. Utána még megittunk közösen egy italt, aztán visszamentünk az egyetemre, ugyanis a Kari kocsmában mindig szerdánként szokott a legnagyobb buli lenni, szóval mi is csatlakoztunk ehhez, és még ott iszogattunk egy darabig. Tényleg ott vagyunk már. De azon a másikon nem jelenik meg, szóval ez egy fos. Ami mi ketten vagyunk. Fázisok? Igen, ez tényleg nagyon aranyos. Random meghódítjuk a tetőt. Mi? Nem, nem innen integet át le nekünk? Ja, hát igen, mert szerintem nem figyeltünk. Akkor menjünk mi is arra. Nagyon magyaráz, nagyon magyaráz. Most megnézem, hogy a Márkó figyeli a helyiket, hogy már kiadta. Hali! Olyan akkor, mint az ilyen királyi pár. Lenézzünk rájuk. És innen merre kell menni? Már túl vagyok a 3 tanórámon a mai napra. Volt egy spanyol órám a 7-esekkel, a 9-esekkel és a 11-esekkel, és most varázslatos módon tanárból visszaváltok diákká, ugyanis 2-től már van egy előadásom az egyetemen, szóval most odafele tartok. Ez a másik kedvenc órám a bevezetés a szociológiai kutatásba, most a kérdőíves vizsgálatokról volt szó. Ez az óra is 3-ig tartott, ez volt egyébként az utolsó órám is a héten, mert péntekenként nincsenek óráink, és utána már nem csináltam nagyon érdekes dolgokat.
ez most nagyon szép, nézd! Ma eléggé pihizős napot tartottam, nagyon sokáig aludtam, és igazából nem csináltam semmi produktívat napközben, de erre nagyon nagy szükségem volt, ugyanis az utóbbi 3-4 napban egyszer se aludtam 8 óránál többet, szóval már nagyon-nagyon kifáradtam. Viszont most estére így összeszedtem magam, és elkészülődtem, mert indulok be a városba, ugyanis ilyen olasz randi estet tartunk a barátommal.